1.700.000 embert tudtunk elérni. Ez egy, azt gondolom, egy nagyon imponáló szám. Többek között ezt a sikert látva hirdeti meg a jövő évre a Nemzeti Újrakezdési Program 1-es és 2-es kiírását és a testvértelepülési pályázatot a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. A Nemzeti Újrakezdésben 2 milliárd forintos a keretösszeg, ebben 1,5 milliárd forintot tudnak igénybe venni a magyar szervezetek, külhoni magyar szervezetek fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre. Az 500 millió forintnál pedig különböző rendezvények, programok megvalósítására adunk támogatást, nyújtunk támogatást. A Kárpát-medencei testvértelepülési program pályázatoknál a keretösszeg csak úgy, mint az idén 500 millió forint lesz 2022-ben is. Egy-egy önkormányzat maximum 2 millió forintra tud pályázni. Ebből a hagyományos találkozók, fórumok lebonyolítására 1 milliót, és új elemként további 1 millió forintot fordíthatnak a gazdasági kapcsolatrendszer erősítésére. Az elmúlt éveknek köszönhetően, pályázatainak köszönhetően, támogatásainak köszönhetően 1000 új testvérkapcsolat jött létre a már meglévők mellett, a Kárpát-medencében. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár felhívta a pályázók figyelmét, hogy a programok és rendezvények előkészítése során legyenek figyelemmel a megvalósítás helyszínén érvényben lévő hatályos járványügyi szabályokra és azok betartására.